Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió délutáni híradója, Mársa Attila vagyok. Ma június 16-a van, a Justinok ünneplik névnapjukat. 29 éve a mai a független Magyarország napja. 91 éve született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar származású amerikai operatőr, rendező. 63 éve Nagy Imre, magyar reformkommunista politikust titkos per után kivégezték. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, röviden. Műfüves focipályákat adtak át ma Óbecsén és Kishegyesen. Szerbia soha nem ismeri el Koszovó függetlenségét, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján a szerb államfő. Több órán át tárgyalt ma Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök kertben. Hamarosan megkezdődik a bajmoki Szentpéter és Pál templom felújítása. Sikeresen szerepeltek a Pannon RTV munkatársai a Podolszky József publicisztikai pályázaton. Műfüves labdarúgó pályát adtak át ma ünnepélyesen Óbecsén a TSC Labdarúgó Akadémiával való együttműködés keretében a magyar kormány támogatásával megvalósuló beruházás elsősorban a fiatal focisták kinevelését szolgálja. Gyerekek rúgják a bőrt az Óbecsei stadion mellett megépült új műfüves pályán. Az ő edzéseiket szolgáló focipályát szerdán adták át rendeltetésének. A Becsei Labdarúgó Klub tagjai a TSC-vel való együttműködésnek köszönhetően egy profi rendszer részesei lettek. Nagyon komoly szakemberekkel alapoztuk meg a TSC-nek a fociskoláját. Magyarországról, Belgrádból a legjobb szakembereket hoztuk ide, tehát egy rendszert állítottunk fel, és ennek a rendszernek egyik pillére a Becse is. Ugyanazban a rendszerben dolgoznak a becsi edzők is, mint a topai edzők, illetve a zentai edzők, vagy a szentomási edzők, vagy a temerini edzők, és ebből a rendszerből próbálunk egy minél nagyobb felületről próbálunk meríteni, minél több játékosból próbálunk meríteni. A TSC-nek nem az Óbecsei az első sportberuházás a Vajdaságban. Ezeknek köszönhetően több ezer gyermek kapott eddig lehetőséget arra, hogy korszerű körülmények között profi edzők mellett sportolhassanak. Mindenki közülük arról álmodik, hogy futballista fog lenni. Reméljük, hogy sokuknak ez sikerülni fog, de hogyha nem is lesznek futballisták, azt gondolom, hogy jobb emberek fognak lenni, egészségesebbek fognak lenni, meg fognak tanulni küzdeni azért a mezért és azért a színért, amit hordoznak magukon is a szívükben. Azt gondolom, hogy ez egy karakterfejlesztő, test és lélekfejlesztő tevékenység, ezért fontos. A meglévő focipályák mellett a közeljövőben további sportberuházások is lesznek Óbecsén. A prostor, de stojimo sada, je opštinsko vlasništvo i na tom prostoru želimo da uradimo još jedan ovakav teren sa veštačkom travom iste veličine, znači iste veličine, da uradimo dva rukometna terena, dva košarkaška terena i jednu balon salu. To je ono što bi upotpunilo neku ponudu Bečeja, ne samo za našu decu, naravno, već i za taj neki sportski turizam koji želimo da se bavi opština Beči. A magyar kormány támogatásával megépült új műfüves pálya értéke 400 ezer euró. Kishegyesen is átadták a műfüves labdarúgó pályát. Ezen a segédpályán a focista növendékek edzhetnek majd. A gyerekek az átadót követően már el is kezdték rúgni a bőrt az új pályán. A kishegyesi műfüves labdarúgó pálya 42x22 méteres. A pálya konstrukciójában megoldották a vízelvezetést is. Ennek köszönhetően évszaktól függetlenül lehet majd használni, magyarázta Kovács Károly, a beruházás koordinátora. Kishegyesi labdarúgó klub esetében a 6-tól 9, a 9-től 12 éves és a 13 évtől 15 éves korosztályos csapatnak készült, és az ő céljukat fogja a jövőben szolgálni, illetve az ifjú tehetségek kibontakozására szolgál ez a pálya itt Kishegyesen. Az utóbbi évek egyik legnagyobb vállalkozása a labdarúgó akadémiai rendszer építése, hangsúlyozta ezen az átadón Pásztor István. Ezzel a gyerekek sport iránti szeretetét is erősítik, tette hozzá a VMS elnöke. Az, hogy megtanulják, mit jelent csapatban küzdeni, mit jelent a meznek és a színnek a becsülete,
mennyire nem szabad másik kapura játszani, és mennyire tudni kell, hogy mi az, amit meg kell, hogy őrizzünk, és mi az, amit pedig be kell, hogy vegyünk. És ez csak rá, első pillantásra tűnik úgy, hogy a labdarúgásról szóló mondat, az egész életet, a kisebbségi létet, a mindennapokat jellemző kihívás. A pálya által a focizni vágyó gyerekeknek szeretnének jobb feltételeket biztosítani, mondta a beszédében Zsemberi János, a TSC elnöke. Szeretnénk ezt a hálózatunkat még terjeszteni, szeretnénk másut is fejleszteni, tehát nem csak a Kishegyes, Becse is, amiket felsoroltam, hanem ezen fölül még szeretnénk még pár helyen nyitni, illetve pár klubot bekapcsolni a munkánkba. A beruházás összértéke 10 millió dinár, mintegy 65 gyerek használhatja majd, akik az átadó után birtokukba is vették a területet. Zsemberi János a 20 órai hírműsorunk végén, a Híradó Pluszban egy hosszabb interjút is láthatnak majd. A járványügyi szempontból biztonságos országok listájára helyezte az Európai Unió Szerbiát, jelenti a Reuters. Szerbia mellett Albánia és Észak-Macedónia is erre a listára kerül majd. A döntést a napokban hozzák meg és lép életbe. Ez azt jelenti, hogy az EU-s tagállamoknak lehetőségük van fokozatosan visszavonni a beutazási korlátozásokat a járványügyi szempontból biztonságos országok esetében. Szerbiát egyébként tavaly júliusban vették le a biztonságos országok listáról, azóta több uniós országban korlátozások voltak érvényben a szerbiai állampolgárokra. Életbe léptek a járványügyi enyhítések Szerbiában, mivel az elmúlt időszakban egyre kevesebb új fertőzöttet regisztráltak az országban. Ez szerint a kiskereskedelmi egységek, valamint a vendéglátóhelyek kerthelyiségei mától korlátlanul nyitva tarthatnak, míg a kávézók és éttermek belterei hajnali egyig dolgozhatnak. Továbbá kint és bent is szólhat a zene. A sportrendezvényeken lehet közönség, a kültéri létesítmények 50%-os kapacitással, míg a fedett létesítmények 30%-os kapacitással fogadhatnak nézőket. Kint és bent is legfeljebb 500 személy gyülekezhet. Amennyiben egy eseményen 500 személynél több szeretne gyülekezni, a szabadban vagy fedett létesítményben ahhoz a válságstáb engedélyét kell kérni. Továbbá a ballagási ünnepségeket és az érettségi banketeket is meg lehet tartani. Az enyhítések ellenére a védőmaszk használata kötelező a zárt terekben. Engedélyt adott a válságstáb több szerbiai fesztivál megszervezésére, meghatározták, milyen feltételek mellett lehet ezeket a rendezvényeket látogatni. Belépésnél szigorúan ellenőrzik majd a látogatókat, és csak azok léphetnek be a fesztiválok területére, akik beoltatták magukat a koronavírus elleni védőoltás valamelyikével, rendelkeznek antigén teszttel vagy negatív PCR teszttel. A júniusban és júliusban megrendezett fesztiválok közül az Arsenal Festet és az Exit Fesztivált szervezik meg. Még augusztusban lesz Love Fest, Beer Fest és Nashville Jazz Fesztivál is. Valamelyest emelkedett az egy nap alatt nyilvántartásba vett koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában tegnaphoz képest. 9353 tesztből 160 lett ezúttal pozitív. Négy újabb személy elveszítette a harcot a fertőzéssel szemben, ezzel pedig hivatalosan eddig összesen 6980 személy hunyt el a COVID-19 miatt. Kórházban 392 beteget kezelnek, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. Ma kapják meg a nyugdíjasok a 3000 dináros állami támogatást, amely a koronavírus elleni vakcina felvételért jár azoknak, akik a megadott határidőig megkapták legalább az első oltást. Azok számára, akik nem nyugdíjasok és tegnap éjfélig jelentkeztek a támogatásért, a kifizetés csütörtökön kezdődik. A 3000 dináros pénzügyi támogatásra 1,2 millió lakos jelentkezett. Fokozott közúti ellenőrzést tartanak Szerbiában, mától egy héten keresztül azokra a járművezetőkre fókuszálnak, akik alkohol vagy pszichoaktív szerek hatás alatt ülnek volán mögé. Az ittas vezetés az egyik legnagyobb közlekedés biztonsági probléma a legtöbb európai országban, itt Szerbiában is, gyorshajtással együtt a leggyakoribb okozója a baleseteknek.
Arra a kérdésre, hogy mikor fogadjuk el Koszovó függetlenségét, az albán delegáció egy határozott soha választ kapott, mondta a szerb elnök. Alekszandar Vučić a keddi brüsszeli találkozó kapcsán tartott sajtótájékoztatót bejelentette, június 22-én fogja a parlamenti ülésen benyújtani a párbeszédről szóló jelentést. Vučić a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy Szerbia a harmadik helyen áll Európában a GDP növekedés tekintetében. Kiemelte, a külföldi befektetések mértéke is növekedett. A szerb elnök a sajtótájékoztatón elmondta, a brüsszeli találkozón az albán delegáció csak az eltűntek kérdéséről tárgyalt komolyan, minden más csak Pristina követelése volt a függetlenség elismerésére. Na bilo koji način razgovarali, da je to uvek bolje nego kada ne razgovarate i da je važno da mi pokazujemo našu odlučnost da se dijalog nastavi. Što se Srbije tiče, mi ćemo sve probleme uvek pokušavati da rešavamo razgovorom, ali za razgovor su potrebni ljudi koji su racionalni i koji razumeju koje su njihovi domeni, koje su njihove prava i mogućnosti, ali koji dobro znaju i koje su granice do kojih mogu da idu. Vučić a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy Szerbia a harmadik helyen áll Európában a GDP növekedés tekintetében. Hozzátette, az év második negyedévében 12-16% közötti növekedésre számít. Ogroman skok očekujemo u drugom kvartalu. On bi trebalo da nam najviše doprinese tom skoku od 7% o kojem mi govorimo, a 6% potvrđeni od MMF-a na nivou cele godine. To bi značilo drastično veće penzije i plate, dodatno ubrzanje rasta penzije i plata u našoj zemlji već pred kraj godine, dakle. Kiemelte, a külföldi befektetések mértéke is növekedett. A közvetlen külföldi befektetések az első 5 hónapban 1 milliárd 413 millió eurót tettek ki, ami 12,7%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. Több órán át tárgyalt ma Vladimir Putin, orosz és Joe Biden amerikai elnök Genfben a Moszkva és Washington közötti diplomáciai kapcsolatok mellett, egyebek között a fegyverzet ellenőrzést, a kiberbűnözést, a világjárványt és az ukrajnai helyzetet érintő kérdések megvitatása is terítéken volt. Találkozójuk előtt mindkét fél reményét fejezte ki, hogy a tárgyalás eredményeként a két ország közötti kapcsolatok, amik a hidegháború óta nem voltak ilyen mély ponton, stabilabbak és kiszámítható lesznek. A két fél között egyeztetés több körben zajlik. Késő délután az első körrel fejeztek a felek. Tervek szerint sajtótájékoztatón is ismertetik majd, hogy miről egyezett meg a két szuperhatalom vezetője. A nyugdíj és rokkant biztosítási törvény módosítási javaslata szerepelt a köztársasági parlament mai ülésén. Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője elmondta, a VMS el fogja fogadni a törvénymódosítási javaslatot, mert abban garantálták a jogbiztonságot és a generációk közötti szolidaritást a mezőgazdasági termelőknek. A törvényjavaslat érinti azokat is, akik a 2014-es törvénnyel nem jogosultak az öregségi nyugdíjra, ezáltal mint egy 15 ezer ember ügye oldódna meg, illetve esetlegesen további 7 ezeré, mutatott rá Fremond. A mezőgazdasági termelők közül sokan nem tudják fizetni a kötelező járulékokat, mert nincs elegendő bevételük, ezért tartozásban vannak. Nagyon kevesen tudnak elsőrendűen a földművelésből élni, amihez köze van a biztosítási adminisztráció nehézségeinek is. A VMS számára a törvénymódosítás az első lépés a vonatkozó törvény és a nyugdíjrendszer alapvető megújítása felé, főleg azon része, amely a mezőgazdasági termelők időskori juttatására vonatkozik. Podatak da tek svaki šesti poljoprivrednik u Srbiji redovno plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da 175.000 njih duguje po 8.600 evra za neuplaćene doprinose, otvara ozbiljno pitanje ko će od zemljoradnika uspeti da plati ove dugove kako bi ostvarili pravo na penziju. Naravno, ne radi se o tome da ovi poljoprivredni proizvođači ne žele da plate ove iznose na godišnjem nivou, jednostavno oni nemaju ekonomsku moć da to plate. Procene su da se u Srbiji samo između 50.000 i 70.000 poljoprivrednih gazdinstava bavi proizvodnjom koja je isplativa.
Felújítják a Bajmoki katolikus templomot. Az erről szóló szerződést írták ma alá a Szabadkai Egyházmegye központi épületében. A Szent Péter és Pál templom nyár végén kezdődő munkálatait a Szabadkai Önkormányzat és a Magyar Állam támogatja. Augusztusban kezdődik a mögöttem lévő Bajmoki templom felújítása. A munkálatok három fázisban fognak folyni. Az első szakaszban, amely várhatóan körülbelül 1,5 hónap múlva kezdődik majd, többek között az épület tetőszerkezetét és víz elvezetését fogják elvégezni. Ezen kívül restaurálják a 43 méter magas templomtornyot, korszerű villámhárítót szerelnek majd fel, sőt, új óraszerkezet is mutatja majd az időt. Valamint a csatornáknak a javítását, mivel a víz sok helyen a csatorna rossz minősége miatt a fal alá folyik, és látszik is belül, valamint kívül szintén, hogy megindult az alap is mozogni. Ami nagyon rossz dolog, mert bent hatalmas repedések keletkeznek a boltíveken, körözbe nem, ahogy szokás, hanem hosszába, tehát hogy az egész épület mozog. A második fázisban következne a templom falainak külső javítása, szigetelése, míg a harmadik szakasz a belső munkálatokat ölelné fel. A nyílászárók, a vitrázsok, a padok és az orgona felújítását. A város az első fázisra, vagyis az új óraszerkezetre 1.570.000 dinárt hagyott jóvá a költségvetésből. Fontos, hogy a katolikus templomainkat megőrizzük, felújítsuk. A város is megpróbál ehhez hozzájárulni egyelőre szerény kereteken belül, de én remélem, hogy a következő években tudjuk növelni majd ezt a támogatást. A Bajmoki templom a Szabadkai Egyházmegye egyik legszebb temploma, mondta Hajnal Jenő. Az MNT elnöke hangsúlyozta, a magyar kormány által indított magyar templom felújítási programba azonban nem csak a műemléki jelentősége miatt került be a Bajmoki templom, hanem mert ezzel a település magyar közösségét is erősíteni szeretnék. Örökség alapú fejlesztésről van szó, mely egyrészt azt jelenti, hogy megőrizni a templom eredeti kinézetét, arculatát kívül belül, másrészt pedig a fejlesztés arról szól, hogy tartalommal, lélekkel, emberi lelkekkel teljen meg a templom. Szlavko Vecserin, a Szabadkai megyés püspök megköszönte a magyar kormány és a magyar nemzeti tanács támogatását. A templom az minden helységben, minden városban, faluban egy jel, és nem csak a keresztény, katolikus részére, hanem minden lakónak ottan, és nem mindegy, hogy hogy néz ki ez a jel, hogy szép, vagy egy kicsit már tönkre megy. Úgyhogy ezek a felújítások ezt tovább is fognak folytatni. A magyar kormány a Bajmoki templom felújításának első fázisát 165 millió forinttal támogatta. A munkálatok első szakasza a tervek szerint az év végéig befejeződik. 77 éve annak, hogy több ezer zsidót deportáltak Szabadkáról, az évforduló alkalmából megemlékeztek és koszorúztak a zsinagógában. A megemlékezést az újvidéki zsidó hitközség Hasira kórusának szólistái nyitották meg. Ezt követően Stevan Bakić, Szabadka polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Sada smo u jednom novom periodu, u kojem jevreji i Subotice imaju dobru osnovu za obnovu i jačanje svoje zajednice, koja je veliki potencijal za razvoj našeg grada, kao most, ka jevrejskom svetu. 77 évvel ezelőtt, 1944. június 16-án mintegy 4000 szabadkai zsidó deportálása kezdődött meg. Az eseményen Steinfeld Joshua, a Szabadkai Zsidó Hitközség elnöke hangsúlyozta, a megemlékezésnek fontos üzenete van, nem szabad elfelejteni, ami történt. Sukobe i zločine koje smo nastojali da zaboravimo, a desila su se kod nas u drugom svjetskom ratu, samo su doveli do novih ratnih katastrofa 90-ih.
A szabadkai zsidó hitközség felkérésére Bodzsony István is szólt a résztvevőkhöz. Kiemelte, ha tanulni tudnánk a holokausztból és mindabból, ami ahhoz vezetett, akkor talán jobban megbecsülnénk a békét, a kölcsönös megértést, az életet és a mindenható igéjét. A holokauszt vészjelző árnya még ma is közöttünk van. És nem csak a zsidó népet veszélyezteti. Ahogy a valamikori Szovjetunióban is emberek milliói tűntek el rövid idő alatt, úgy a nagy világégés után számos esetben lehettünk tanulni a kegyetlen népirtásoknak. Az életre való jog, a szabadságra, a nemzeti kultúrára, nyelvre, hagyományokra, a vallásra, a nemzeti identitásra való jog eltiprásának tanúi. A szabadkai zsinagóga udvarán lévő holokauszt emlékművet egyebek között Szabadka város, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Nemzeti Tanács, Magyarország és Horvátország szabadkai főkonzulátusának, valamint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének képviselői koszorúzták meg. Átvették elismeréseiket a Podolszky József publicisztikai pályázat nyertesei tegnap Bács-Fekete-hegyen. A Pannonhár TV két munkatársát is díjazták. Dobóengi Florinda az első helyet szerezte meg alkotásával, míg Juhász Petra írásáért külön díjat kapott. Az egésznapos rendezvényen megemlékezések, kiállítás és irodalmi előadás volt a programban. Sikerült valóra váltani. A publicisztikai pályázat győztese, Dobóengi Florinda, a koronavírus járvány által okozott társadalmi problémákat dolgozta fel munkájában. Valós szereplőkkel, valós helyszíneken. Nagyon fontos az, hogy mindenki egy kicsit jártas legyen ezekbe, illetve hogy megmutassuk azt, hogy Vajdaságban is vannak értékek, és vannak olyan fontos dolgok, amikről beszélni kell, illetve azt nagy közönség, úgymond nagy közönség elé tárjuk. Juhász Petra külön díjban részesült, egy jegyzetet írt. A mű címe pedig Bevilágít a föld az ablakon. Az írásban a természeti értékek fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. A jövőben többet szeretne foglalkozni a publicisztikával. Nagyon örülök neki, és külön megtiszteltetés, hogy a hét nap munkatársa, illetve a zsűri engem választott Szerda Zsófi mellett külön díjasként. Szerintem ez egy külön dicséretnek számít, és igazából örülök, hogy megmertem lépni azt a dolgot, hogy kipróbálhattam magam a publicisztika terén. A pályázatra több mint 10 munkát küldtek be, amelyek az aktuális témákat dolgozzák fel, köztük a járványhelyzetet és az elvándorlást. Is. A zsűritagok optimistán tekintenek a vajdasági magyar újságírásra és publicisztika jövőjére. Mint mondták, az újabb generációk már a rövidebb műfajokat favorizálják, mint a jegyzet vagy a karcolat. Van, amikor kevés munka érkezik, és hát voltak olyan évek, amikor sokkal több, de el tudom mondani, hogy ide azért minőséges munkák érkeznek, mert elég sok újságíró részt vesz ezen a pályázaton, de vannak olyanok is, akik nem foglalkoznak hivatásszerűen újságírással, és nagyon örülünk annak, hogy az idén például voltak új nevek is. Csupán fehér habfelhő is semmi az éget. A nap sugarai sem akadnak belém, s a föld a mindig szomjas serángat magához. Én úszom, uram. És a birodalmad leghatárai tőlem annyira, a messzeségben. A rendezvényt minden évben megszervezik tavasszal, idén viszont a koronavírus miatt nyára halasztották az ünnepséget. Podolszky emléknapot 24 évvel ezelőtt álmodták meg a Művelődési Egyesületben, mint egykori újságíróra emlékezünk rá szívesen, és a publicisztikai pályázat azt a célt szolgálja, hogy a jelenlegi ifjú újságíróink hát megmérettessenek. A résztvevők megkoszorúzták a Podolszky emléktáblát, és megnyílt Végső Vivien fiatal bácsfeketehegyi művész kiállítása, a díjkiosztó után pedig Hajvert Ákos és Tóth Péter Lóránt irodalmi összeállítását láthatták a jelenlévők. A környezet tudatos kertészkedéssel ismerkedtek ma a Magyar Kanizsai óvodások, mi is mondjuk a részleteket egyéb információk mellett a folytatásban.
Egész héten kánikula lesz, szikrázó napsütéses napok elé nézünk. Előzönlötték tegnap este a magyar szurkolók Budapest utcáit, a várt eufória ugyanakkor elmaradt. Folyamatosan csökken a napi fertőzöttek száma Újvidéken. A védőoltásokat jelenleg 4 helyen lehet felvenni a városban, az Újvidéki Vásár épületében, a Promenáda és a Big bevásárlóközpontokban, valamint az oltóbuszban, ami ma a Petőfi udvarában parkolt. A Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezetének hála a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ udvarában volt ma az oltóbusz. Ennek a célja, hogy megkönnyítse az oltakozást a környékbelieknek, főként a telepi magyaroknak. Sánta Anna és férje a Sinopharm védőoltás első dózisát vették fel ma. Most fontos, talán nem késtünk el, hogy fölvegyük. A közelben lévő Európa Kollégium egyetemistáit e-mailben értesítették, hogy szerdán beoltathatják magukat a Petőfiben. Rózsa Róbert szerint fontos a fiatalok immunizációja. Hogy törődjünk az emberekkel a környezetünkben ebben a nehéz helyzetben, valamint különböző előnyei vannak, mint például az utazás, nagyobb társaságokban való tartózkodás. A tömeges immunizálás fékezheti csak meg a koronavírus járványt. A célcsoport most a fiatal korosztály. Vakcinácia je izuzetno važna, ona je praktično jedini put ka nekom normalnom životu, odnosno prestanku ove pandemije i vraćanju neke normalne aktivnosti. A mobil oltóponton szerda délelőtt 10 és este 8 óra között lehet felvenni a koronavírus elleni védőoltást. Ami a mobil autóbusz még illeti, a terve van, hogy minden pár napban másik városnegyedben legyen leparkolva, de a fő potenciális helyek azok a strand és az egyetemi otthonoknál. Az oltóbuszban a Pfizer és a Sinopharm oltóanyagai közül lehet választani. Magyarországon az elmúlt napon 107 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 9, többségében idős krónikus beteg. 349 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 53-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5.363.000 fő, közülük 4.271.000-en már a második oltást is megkapták. Húsz művelődési egyesület nyert támogatást a Magyar Kanizsai Önkormányzatnál összesen 1,4 millió dinár értékben. A községben működő művelődési egyesületek most a működésükre és eszközbeszerzésre pályázhattak. Az elkövetkező hetekben újabb pályázati felhívásra számíthatnak az ágazatban tevékenykedők, ami a rendezvény szervezésre irányul majd. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy figyelje az önkormányzati honlapot, figyelje az értesítéseket, mert hogy ez a pályázat az előzőhöz képest nem működésre és nem eszközbeszerzésre lesz megjelentetve, hanem szó szerint rendezvény szervezésre, tehát mindazon civil szervezetek és művelődési egyesületek jelentkezzenek majd az elkövetkező időszak második körös kiírására, akik a nyár vagy az ősz folyamán, tehát az év végéig valamilyen rendezvényt szeretnének megszervezni. A Magyar Kanizsai Bödő Kálmán biokertjébe látogattak el ma a helyi nagy óvodások. Az iskola előtt álló gyerekek betekintést nyerhettek a környezettudatos kertészkedésbe, de eddig számukra ismeretlen gyümölcsökkel és zöldségekkel is megismerkedhettek. Megtelt gyerekekkel Bödő Kálmán Magyar Kanizsai biokertje szerda délelőtt. A lurkók sok újdonságot megtanulhattak, sőt, még játékokon is részt vehettek. Láttunk borsót, batátát, egy nagy fej salátát, hagymatépát, ütetés, meg találós kérdés. Neked melyik tetszett a legjobban és miért? Hát nekem az ütetés. Azért már lehetett kapni könyveket. Gyógynövényeket, zöldségeket, meg mindenféle zöldség és gyümölcs és gyógyítóféle terméseket.
Mit hallottatok a Kálmán bácsitól, hogy mi az a biokertészkedés? Az, hogy nem permetezik a növényeket, mert akkor mert a permet az méreg és árt a növényeknek. A gyerekek az óvodai oktatás során is sokat tanulnak a környezetvédelemről és a környezettudatos gondolkodásról. Amikor eljöhetünk ebbe a Kálmán bácsi biokertészetébe, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekekben megalapozza a környezettudatos gondolkodást, és a vegyszermentes gazdálkodásra nagy hangsúlyt fektető Kálmán bácsi a gyerekeket megerősíti abban, hogy permetszer nélkül is lehet növényt termeszteni. Kálmánék biokertjében már több alkalommal is jártak fiatalok, hisz Kálmán bácsi szerint már korán fel kell ismerniük a gyerekeknek azt, hogy hogyan óvják tudatosan a környezetüket. Tisztelni fogják a természetet, tisztelni fogják azt, hogy egészségesen táplálkozzanak, és tudják azt, hogy az csak is úgy lehet, hogy biotermékeket fogyasszanak, mert azokban ugye nincsen káros anyag, viszont a hasznos anyagok még sokkal koncentráltabban vannak, mindegy műtrágyával és vízzel főfújt, nem tudom milyen termékben, ugye. A gyerekek szemmel láthatóan jól érezték magukat, hiszen játékosan tanulhattak, versenyezhettek, és a kertlátogatás végén még nyuszikat is simogathattak. Egész héten kánikula lesz, szikrázó napsütéses napok elé nézhetünk. Az elkövetkező napok legmelegebb óráiban a csúcshőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot is. A száraz meleg időt csak elvétve zavarhatja meg helyenként egy-egy hirtelen kialakuló záporzivatar. Az éjszakák hűsítőek maradnak, így nagy lesz a napi hőingás. Az UV-sugárzás is extrém erős lesz napközben. Közös meccsnézést szerveztek tegnap a Temerini Tájházban, a hangulatot élő zene tarkította, a Berbence zenekar jóvoltából. A magyar válogatott szerepléseit így szeretnék végigkövetni társaságban és zenével a szünetekben, a továbbiakban is. A Berbence zenekar tagjai úgy gondolták, hogy a magyar válogatott mérkőzéseit jól érne közösségben, és egy kis zene mellett végigkövetni. Így került sor arra, hogy a Tájházban az érdeklődők kivetítőn követhetik a csapat játszmáit, a félidőt pedig népzenei aláfestéssel mulathatják. 2016-ban is az Európa bajnokság idején ugye itt összejöttünk, és akkor láttuk, hogy az embereknek van egy kis igényük erre, akkor csak egy meccsre jöttünk össze, most az az elképzelés, hogy a magyar válogatott összes meccsét azt itt megtartsuk, ugye közösen nézzük, szurkoljunk, hogy mégis legyen egy ilyen más hatás, amikor az ember ugye egy közösségbe szurkol, nem pedig otthon ül a tévé előtt. A foci rajongók nagy reményekkel álltak a mérkőzés elé, amely az első félidős 0-0 után is folytatódott. A meccs előtt bizakodtak a szurkolók. Egyrészt nagyon örülök, persze, hogy kijutottunk a CB-re, ugye hazai pályán játszhatunk, minden lehetőségünk megvan adva rá, hogy tovább jussunk legalább a harmadik helyet szerintem kötelező hozni. Örülök neki, hogy volt, aki megszervezi. Népzenének úgy szintén, mert imádom. Hát a mai meccs az meg egy... nem volt a legjobb, de helyt álltak a csapatok. De részben jól éreztem magam. Az sajnálom, hogy kikapott a válogatott, ugye, de a hangulat egész jó volt, hogy itt a magyarok, a temerini magyarok összegyűltek, ugye, és nagyon jól látni ezt a magyar öntudatot. Legalább még kettő ilyen összejövetelre sor fog kerülni az elkövetkező hetekben, a többi pedig a magyar válogatott játékán múlik. Előzönlötték Budapest utcáit már tegnap délelőtt a magyar szurkolók, délután pedig a válogatott mezbe öltözött kifestett szurkolók a Hősök terétől vonultak a Puskás arénáig, ahol 18 órakor kezdődött a magyar-portugál meccs. Azok számára pedig, akik nem a stadionban követték figyelemmel a meccset, több szurkolói zóna nyújtott lehetőséget a fővárosban arra, hogy buzdítsák kedvenceiket.
Több ezren vonultak végig a Hősök terétől kedden délután a Puskás arénáig. A magyar mezes szurkolók arcukon a magyar zászló színeivel azonban nem csak a vonulás útvonalát, az egész várost elárasztották. A drukkerek a főváros több szurkolói zónája közül is választhattak. A MOL bajnokok parkjában, a Millenáris parkban is több ezren gyűltek össze. Itt buzdította a magyar csapatot a Folkbeat zenekar több tagja is. Izgultak, tehát mindig azt mondják, hogy a hazai pálya előny. Én is fociztam, a hazai pálya ugyanannyira lehet hátrány is ilyen szempontból, most nem akarom azt mondani, tényleg minden, nagy volt a nyomás. 80 percig tartottuk magunkat kb. Onnantól kezdve jöttek a gondok. Ezek már meg olyan fizikális különbségek, amik tehát itt világklasszis játékosok néztek velünk szembe. Hatalmas örömmújongás a magyarok belül gólja után, majd csalódottsága les és a három portugál gól miatt a magyar csapat szurkolói mégsem törtek össze. Egyáltalán nem vagyok csalódott, mert ahogy az előttem szóló is mondta, 80 percig nagyon jól tartottuk magunkat. Egy olyan válogatottat tudtuk felvenni a versenyt, ami Európa legjobbja, tehát a címvédő, és 80 percig nem kaptunk gólt, sőt, gólt lőttünk. Hiába les volt, de számomra azt az 5-10 másodpercet, amikor gólt lőttünk, a semmi nem adja vissza, és azt a boldogságot. A 3-0-ás vereség ellenére a magyar szurkolók továbbra is bíznak a válogatottban. Francia azt jelenleg az teljesen magyar vagyok, de esélytelen, még annyi se esély, mint a portugálok ellen, de talán németek ellen mégre tudjuk hozni egy X-re talán, vagy egy döntetlenre, vagy egy győzelem talán belefér. Akkor láttuk azért egy győzelmet még talán. Németországra, igen. Igen. Azért szurkolunk mindenképp. A magyar csapat szombaton, június 19-én a világbajnok franciákat fogadja 15 órától, majd jövő szerdán, június 23-án a németek vendégei lesznek Münchenben 21 órától. A világbajnoki címvédő francia válogatott 1-0-ra legyőzte a társházigazda németeket a labdarúgó Európa-bajnokság első csoportkörének utolsó mérkőzésén tegnap este. A találkozó egyetlen gólját Mats Hummels szerezte, aki a 20. percben egy szerencsétlen mozdulat után a saját kapujába talált be. A második félidőben a németek irányítottak, de mégis a franciák alakítottak ki több ígéretes helyzetet, és kétszer be is vették Neuer kapuját, azonban Mbappé és Benzema találatát is les miatt érvénytelenítették. A következő fordulóban ebben a csoportban szombaton Magyarország Franciaországgal mérkőzik Budapesten, míg a portugálok Németországba látogatnak. Megkezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulója. Az első kör is izgalmas mérkőzéseket hozott, és meglepetéses eredmények is voltak. Ezek közül is a legnagyobb, hogy a spanyol válogatott óriási fölénye ellenére gól nélküli döntetlent játszott a svédekkel. Ez volt a forduló egyetlen gól nélküli összecsapása a kontinens viadalon. Az eddigi 12 mérkőzésen 28 találat született. A második forduló első játéknapján ismét 3 mérkőzést követhetnek a labdarúgás rajongói. A nap első mérkőzése a Finnország-Oroszország találkozó volt. Itt az eredmény 0-1 lett az oroszok javára. 18 órakor kezdődött a török és a velszi csapat összecsapása. Az esti mérkőzés pedig igazi csemegének ígérkezik, amikor is Olaszország és Svájc legjobb labdarúgói lépnek pályára. Mi lelépünk a híradó pályáról, mert véget ért, nézzük még egyszer a kiemelt témákat. Műfüves focipályákat adtak át ma Óbecsin és Kishegyesen. Szerbia soha nem ismeri el Koszovó függetlenségét, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján a szerb államfő. Több órán át tárgyalt ma Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök Genfben. Hamarosan megkezdődik a bajmoki Szentpéter és Pál templom felújítása. Sikeresen szerepeltek a Pannoner TV munkatársai a Podolszky József publicisztikai pályázaton.
Megköszönöm figyelmüket, még több hír és info várja önöket a pannonrtv.com-on, itt riportjainkat, filmjeinket is visszanézhetik. Ha tehetik, folytassák velünk az estét, ne feledjék 8-kor híradó és híradó plusz, várom önöket, viszontlátásra!